Folytassuk tovább akkor a Windows 8-as kalandozásainkat. Hogyan tudjuk például azt elérni, hogy a start képernyőt átugorjuk? Ehhez kellene nekünk egy program, amit én már előzőleg le is töltöttem. Ez pedig a winarrow.com weboldalról letölthető, de persze természetesen megkereshető a Google-el is. Szétnézhetünk ezen az oldalon azért, Windows 8-hoz mik vannak itt, és ide kattint a Skip Metro nevezetűhöz, és itt leírást láthatunk róla, illetve különböző verziószámokat, illetve még itt láthatnánk a flash videót is róla, de most nekem ezen a gépen még nincs, illetve a Firefox alatt nincsen telepítve, mint mondja, itt fel is ajánlja a böngésző, de most ezzel én nem foglalkozok. Tehát akkor ezt töltsük le, ezt a szoftvert, és ha ez megtörtént, akkor pedig menjünk abba a mappába, ahová letöltöttük. Ez jelen esetben nekem a download, és itt van a mappa, arra lekattintottam, kitömörítettem Extract All parancsal, lett egy mappa, abba beleléptünk, és már indíthatjuk is következő módon. Skip Metro. Igen, jó. Yes. Itt időközben felajánlotta, amikor először indítottam el ezt a programot, hogy ez nem túl biztonságos, saját rizikómra használhatom, de végül is engedi futni a Windows 8. Jó, tehát akkor telepítsük fel, és várjuk meg, amíg lefut a folyamat. Jó, finish. Kattintsunk rá, és ezt akár be is zárhatjuk. Mint láthatjuk, itt megjelent az ikonja, kattintsunk rá duplán, és itt nézzük meg, hogy miket lehet itt beállítani. Be van állítva Skip Scar, igen. Végül is az így maradhat is így. Illetve még ezeket a úgynevezett forró sarkokat ki tudjuk kattintani vagy kapcsolni, de most ezzel igazán nem foglalkozunk, hanem itt az első a lényeg, hogy automatikusan az fogad majd bennünket, mikor belépünk. Hát nézzük is meg, akkor lépjünk ki. Settings, Power, Restart is Yours. Újraindul a gép, és nézzük meg, hogy mit eredményezett ez a program. Tehát akkor újraindul a Windows 8. Kis türelmet kér. Igen, most már be is jelentkezik. És mind láthatjuk, meg is jelent rögtön. Hát nem rögtön, egy kis idő eltelt, de megjelent automatikusan ez a felület. A következő, amit megnézünk, hogyan tudjuk a start mappa, az értesítési terület
mellett hogyan lehet ezt beállítani, mint láthatjuk itt már nekem létre is jött. Előzőleg beállítottam, és így innen el tudjuk érni az alkalmazásokat, illetve a pontosabb beállító eszközöket. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a jobb egérrel a tárcára kattintunk, Toolbars, és itt pedig választjuk a New Toolbart. És ide pedig azt írtam be, hogy ilyen környezeti változót. Következő, ezt fel is van nekem írva. Tehát csillag százalék program data. Százalék per Microsoft nagy M-mel. Per Windows. Per Start menü. Fel is ajánlja nekünk. Per Programs, igen. És erre, ha ezt beírjuk, akkor már utána rá is tudunk kattintani. Erre. És így már létre is jött, most nekem már kettő is van, ez csak a videó kedvéért hoztam létre. Mint látható, így már könnyedén el tudjuk érni ezeket a alkalmazásokat, illetve beállításokat. Következő trükk, amit megnézünk, hogy hogyan lehet letűzni bármit a tárcára. Néhány kivételtől eltekintve kizárólag csak futható állományok tűzhetők le a tárcára, amely kiváló alkalmazás a Taskbar Pinner segítségünkre lehet azáltal, hogy bármilyen állományt, illetve vezérőpultban található elemet képes elhelyezni a gyors indításra. Hát nézzük is meg akkor, hogy honnan lehet ezt letölteni lényegében. Tehát akkor írjuk be akkor a böngésző vagy Taskbar Pinner. Vénáról, ez is ugyanonnan. Akár visszamehettünk volna oda. Igen. És töltsük le ezt is. Tehát miután letöltöttük és kicsomagoltuk, itt a mappája látható, Windows 7 operációs rendszerrel is kompatibilis, most a Windows 8-ra rámenjünk, és Taskbar Pinner nevezetőre. Itt, mint láthatjuk, Windows megint felszólít, ez az előző esetben is így volt, amikor telepítettük a Skip Metro-t. Jó, saját felelősségünk, Runaway. És itt pedig már láthatjuk, hogy fel tudunk fájt, foldert, illetve különböző dolgokat tudunk csinálni. Például egy appát nézzünk meg, mondjuk a downloadson belül, mondjuk legyen ez a Metro. És mint láthatjuk, már meg is jelent ott. Jó, most bezárom ezeket az összes ablakot. És mint láthatjuk, itt van a mappánk. És már itt meg is tudjuk egyszerűen
nyitni. Ezzel el tudjuk érni a vezérőport különböző állományait, beállításait, vagy akár fájt, vagy mappát tudunk feltűzni ilyen módszerrel.